Széniminek köszönhető, hogy még jó pár évre elkötelezted magad az MTK-nál? Hát hál' Istennek itt jó körülmények között készülhetek. Ugye a következő 5 évre ide kötöttem magam. Valószínű, hogyha felépül a ugrócsarnok és futófolyosó, akkor még szuperebb lesznek a feltételek, és minden adott lesz nekem arra, hogy felkészüljek a következő 2 olimpiámra is. Mi a legszebb élmény, ami a klubhoz köt? Fú, rengeteg szép élményem van. Ugye nap, mint nap, minden nap lejárok, mintha a második otthonom lenne a Kéklantos Mihály Központ. A sok edzés természetesen, ugye már az ott folyó versenyek, igazából nem tudnék választani most egy nagyon jó élményt. Egyelőre jól érzem magam. Hogy érzed, miben fejlődtél a legtöbbet, mióta ide kerültél a klubhoz? Azért több próbázóként elég nagy a merítési lehetőség. Rettentő sok mindenben fejlődtem szerintem, talán fejileg is, lelkileg is, ugye hozzászoktam már a nagyobb versenyekhez, és tudom kezelni az olyan váratlan fordulatokat, ami esetleg egy verseny kapcsán előtérbe kerülhet, úgyhogy ez viszont nagyon fontos, amellett, hogy versenyen tudok csak magamra koncentrálni is, és természetesen hát fizikailag is és versenyszámokban is fejlettem, szépen építjük fel ugye a versenyszámokat, úgyhogy haladunk tovább előre. Milyen együtt dolgozni Szabó Dezsővel? Hát nagyon jó, ugye, én nagyon szeretem őt. A világ legjobb edzője szerintem.